Mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csuklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. A kuflik és a pofavágó verseny. Egy őszi hajnalon Valér korán ébredt. Nem madárcsicsergésre, nem zödön horkolására, még csak nem is arra, hogy dörög az ég, hanem egy ötletre. Pofavágó verseny! Azzal már rohant is, hogy elmondja a többieknek. Jó reggelt! Rikkantotta Valér. Dörmögte álmosan zögön. Jó reggelt! Lelkesedett Valér. Nyújtózkodott pofánka. Jó reggelt! Kiáltotta Valér. Ébredt riadtan Titusz. Jó reggelt! Rázta fel Hildát Valér. Mi az? Értetlenkedett Hilda. Jó reggelt! Kiabálta Valér, mert Délabá köztudottan nagyot halló. Jaj! Mi történt? Lepődött meg Délabá. Jó reggelt! Ébresztette Titircet Valér. Már éjjel is, reggel van. Elmélkedett Titirc. Jaj, mi történt már megint? Nyafogta pofánka, amikor mindannyian kiszédelektek a kufli üregükből. Zseniális ötletem támadt! Ez a hajnali ébresztés az? Kérdezte Mogorván Titusz. Dehogy, egy pofavágó verseny! Nincs az ilyesmihez kicsit korán? Kérdezte álmosan Hilda. Még nem is reggeliztünk. Dörmögte zögön. Úgy emlékszem, te éhgyomóra különösen remek pofákat tudsz vágni. Nekem még fel sem ébredtek a pofavágó izmaim. Motyogta félálomban Fityirc. Az pedig nagyon veszélyes. Ismertem egy tapírt, aki egyszer kora hajnalban próbált pofákat vágni. Hát, aztán úgy maradt. Mondta Bélabá. Ez meg hogy történhetett? Begörcsöltek az izmai, napokig vicsorgott, és kilógott a nyelve. Nagyon szenvedett szegény. Vajon miért vágott pont ilyen arcot? Érdeklődött Hilda. Úgy emlékszem, egy fagyit nyaló mókust próbált utánozni. Magyarázta Bélabá. Szerintem a mókusok sosem szoktak fagyit nyalni. Akkor sem, ha melegük van. Erdőkben nem árulnak fagyit. Ennyi az egész. És mi van, ha a mókus készít magának? Kérdezte Fityirc. Mégis, szerinted miből tudna fagylaltot csinálni egy mókus? Nyilván, magyarulból, mondta meg a vállát Fityirc. Csak hogy a fagyihoz nem elég ám a mogyoró, ahhoz tölcsér is kell. Itt a közelben tölcsér bokor is akad. De ez az elhagyatott rét, és mi most egy erdőben élő mókusról beszélünk? Nem! Mi a pofavágó versenyről beszélünk? Kiáltott közbe Valé. Akkor most tényleg az van, hogy utánoznunk kell egy fagyizó mókust. Pont reggeli elő. Ez már a verseny? Zödön egy személyes mókus verseny. Elég már a mókusozásból. Miért? Szerinted mit nem volna fura utánozni ilyenkor? Talán egy fókát? Fókát? Miért volna kevésbé furább hajnalban egy fofóka, mint egy mókus?
Mondhattam volna rókát, vagy akár csókát is. A legfurább az egészből úgyis a fagyi. Szerintem fókát utánozni sokkal nehezebb, mint a rókát. A csókáról nem is beszélve. Megmutatnád? Szívesen, akár nem, mindegyiket. Fóka nem volt rossz. De a róka szerintem inkább ilyen arcot vár. Meg mit csináltuk itt ilyen korán? Dugta elő a fejét Mohamanyi. Csak nem pofavágó versenyt rendeztek. Ezt meg honnan veszed? Talán mert pont úgy néztek ki. Á, dehogy. Mi csak épp megnéztük, nincs-e még túl korán a felkeléshez. És túl korán van. Nagyon is. Válaszolták kórusban a kuflik, azzal el is tűntek az üregeikben, mintha ott se lettek volna. Sohasem. Gyerekek, de kár, hogy kimaradtam ebből a történetből, pedig én fafofákat is tudnék vágni.